Április 3-án a Kunhegyesi Ilosvai Varga István Művelődési Központban egy író-olvasó találkozóra került sor, ahol Dísz Szabó Miklós nyugalmazott újságíró könyvét mutatták be a nagy közönségnek. A kötetben azokat az írásokat gyűjtötte össze a szerző, amelyek Kunhegyesről és a kunhegyesiekről szólnak. Először Kunhegyesről szóló népdalok és versek köszöntötték az író-olvasó találkozó vendégeit, majd Magyar György, a Kunhegyesi Református Általános Iskola igazgatója üdvözölte a rendezvény vendégeit és a könyv szerzőjét Dísz Szabó Miklóst. Igazgató úr az első találkozásukról mesélt, amikor Miklós bácsi a Református Iskola története című írását mutatta meg neki, majd megszületett az ötlet, az asztalfiókban lévő számtalan kunhegyesi vonatkozású riportot, portrét, jegyzetet, cikket érdemes lenne egy könyvben megjeleníteni. A városban sokan támogatták az elképzelést, így készülhetett el egy válogatás Dísz Szabó Miklós írásaiból. Magyar György büszke arra, hogy szülővárosáról, Kunhegyesről egy könyv jelent meg. Dísz Szabó Miklós először gyermekkorát idézte, a bűn rossz gyermeket, aki sok pofont kapott édesanyjától, de akinek sokszor megbocsátottak, mert jeles tanuló volt. Miklóskának a Csokonai utca jelentett mindent, így sorjáztak a megmaradt régi emlékek a csintevésekről, a nagyszájú Böske néniről. Miklós bácsi az újságíróként eltöltött 33 év alatt számtalan eseményt, érdekességet látott, hallott, ezekből mesélte el hármat a jelenlévőknek. Jóízű, vidám adomázás volt ez, karcagi élményekről, szépségkirálynő választásról, Fürr Lajos egykori honvédelmi miniszterről, Szilva Pálinkáról. Előkerültek az életrajzi vonatkozású adatok is. Azért lett tanár, majd újságíró, mert erre a két pályára volt alkalmas. 1968-ban jelentek meg első írásai. 1977-ben vette feleségül Monoki Emiliát. A leánykérés vidám történetében közreműködött a jelenlévő kunhegyesi polgármester Szabó András is. Fábián Pál, a Megyei Néplap akkori főszerkesztője ajánlott számára tudósítói állást és lakást Tiszafüreden, ezért oda költöztek. Újságíróként Tiszafüred, Karca, Kunhegyes, Kisújszállás és ezek környéke volt az övé. Maga választhatta meg a témát, hogy miről akar írni. Szívesen elment a világ végére, hogy a kisemberekről írjon. A teremben több egykori tanítványa volt jelen, ezért előkerültek Dísz Szabó Miklós tanári emlékei is. Sok olyan érdeklődő volt a teremben, akiknek élete, neve megjelent a könyvben, ezért hozzájuk is szólt Miklós bácsi, vidáman idézve fel egy-egy történetet. Amikor terveiről kérdezték, elmondta, hogy megállapodott a Jóistennel, hogy a kerek 100. évfordulóig még 26 év van hátra, addig őt békén hagyja. Isten azért kitolt vele, mert a keze miatt már nem tud írni, de a megszülető gondolatokat lediktálja a feleségének. Dísz Szabó Miklós szeretné, ha az írásaiból egy második kötet is elkészülne. A cikkeket Nagy Zsolt fotói egészítenék ki. Készül egy írás a 2015-ös kunhegyesi kalendáriumba is, mondta. Az író-olvasó találkozó végén az ilyenkor elmaradhatatlan dedikálás következett, majd véget nem érő beszélgetésekbe újabb közös emlékek kerültek elő.